egyszer csak kaptunk egy telefont, hogy a gyerekek a Lackvinak sztrókja volt. Így van. Mondjuk így finoman szóval, hogy nem volt egy egészséges ritmus és tempó. Utólag sem nagyon tudom, hogy mit tudtam volna másképpen csinálni, mert egyszerűen kaptunk egy baráti kölcsönt, hogy befejezzük a házat, és azt vissza kellett adni egy 4 gyermekes családnak. Sziasztok, üdv mindenkinek! Itt vagyunk a Lackfi családnál. Lackfi János költő íróhoz jöttünk. Nagyon szép a porta. Ez a legutóbbi művem, ami kapolcs fáradtsága van benne, egy kis házat csináltam. Kicsinek, igen. A legkisebbnek, aki három? Aki három, igen. Aki három. Júlcsi. Júlcsi, igen. És Juli volt felségem az építésvezető, tehát ő húzakodott a kőművesekkel, hogy hova, mit, meg a szigetelés, meg a szemúri huncutság és ilyesmi. És meg úgy ő is álmodta meg az egészet, és aztán hát benne van mind a kettőnk kedve munká, és ő a kályhácskánk, aki a teljes fűtést adja. Az otthon melege. Ezt a rendszert is Juli találta ki, hogy ott megy föl a fűtés ezeken. Fölső szintre. És milyen csodálatos... És a konyhabútor csináltam. Na, és én, ez a híres konyhabútor, ami ott van. Igen, ott van. Mind a hat gyermek. Mind a hat gyermek, sőt, hát ugye egy pici angyalkánk is. És az angyaloknak is. Lőrinc, aki nem született meg sajnos. Úgyhogy hát ezek. Ezt meg Simon fiam és a felesége csinálták, akkor még mennyasszony egy esküvőre készülődve. Mondottuk, hogy inkább őket bízzuk meg, mint mesterembert, és nagyon szépen megcsináltam. Igazi kézműves ház. Sőt, igen, és hát ez egy Julinak egy gyönyörű... Sziasztok! Közben megjelentek a lányok is. Igen. Ja, meg hát az a nagy kedvenc, ez a cipős szekrény. Másra a cipős szekrény, ez egy ilyen ekkora, és hát nálunk itt laknak hát van, a cipők. Hát van sok cipő. Már sok láb, sok cipő. Sziasztok! Meg lehet titeket mutatni? Kamerában? Nem nagyon? Szia! Én tudom, hogy vagyok nagyon örülök. Nagyon csinos. Szia, szépség! Nagyon csini vagy. Nagyon csini. Nagyon. Fűszernövényeket kell szednem a házi feladat. Mert hogy főzni megy. Igen, főzni megyek. Költöm minden napi tevékenysége a főzés. Ja, hogy konkrétan. Ja, és szedsz csili? Hát egy kis csili A kis cipők. Igen, azt nem kellett volna. Ja, de hogy így. Nagyon. Köszönjük szépen, hogy bejöhettünk hozzátok, és akkor mehetsz játszani, Jócsi, jó? Sziasztok! Egy ilyen porta kell is a népes familiához azért, nem? Hát abszolút azért jöttünk ki Pestről. Régebben ráadásul a suli mögött laktunk, tehát és addig volt az, hogy ugye 10 éven belül született az első gyerkőt, és akkor az egy ilyen nagy zsibongó volt, tényleg bedobtak egy gyereket, elvittek kettőt, hoztak hármat, nem tudom miért, mindig volt otthon borocskám, és akkor ott, aki éppen belépett, annak töltöttem, meg a Juli sütött, meg a lányok is, aztán később nagyobbak voltak, sütöttek már, úgyhogy ilyen nagy zsibongó volt. Most azért kicsit a hegybe fölköltöztünk, és itt meg kimondottan nyugis lenne, hogyha persze a család nem kavarná kellően. De most már a Julcsi az egyetlen, aki itthon van, nem? Gyakorlatilag, veletek? Illetve Ágnes lány. Nem, még egy aki, kamaszotok igen, még van. Igen, igen, aki 16 éves, és ő meg igazából, amikor nem suliban van, akkor a lovardában tölti az életét, tehát hogy ilyen kicsit ilyen, tényleg ilyen, amúgy is funkcionális egykének nevezik azt, aki már ilyen 10 évnél, vagy lehet, hogy már kevesebb 8 évnél több van a legfiatalabb testvérek között, úgyhogy itt meg 12 év van. 12 a legfiatalabb, viszont a legidősebb és a legfiatalabb között meg 20? Hát igen, 23. Úgyhogy neki az egy ilyen kicsit fikció, hogy a Simon is a mamának a fia, meg a
tesó, meg hogy kicsi volt a Simon is, hát persze, szóval. Mikor éppen a Simonnak a gyermeke, Vili az unokák, az, aki igen. három hát héttel idősebb, mint a legkisebb gyereked. Legkisebb gyereke. Erre szoktad azt mondani, hogy született nagynéni. Ő a született nagynéni, úgyse, amikor megszületett, már nagynéni volt. Az mindenképpen egy nagy paradigmaváltás az ember életében, amikor hozzá kell szokni a gondolathoz, hogy akkor én most nagyszülő leszek, és ti akkor 41 nehány évesek igen. voltatok. És akkor ebben a helyzetben egyszer csak, ebben a lelki munkában egyszer csak beköszönt egy hatodik kis leányka, egy hatodik gyermek, hogy ennek a kettősége, ez hogy csapódott le bennetek Julival? Hát igazából kicsit olyan volt, mint a forma egy, hogy így a tévében szépen megmutatják, de hogyha kimész, akkor na látod, az volt a fette, vagy nem a... Tehát, hogy igazából gyorsan sorjáztak az események, és nagyon örömteliek, és próbálja az ember átélni igazán, és még csak azt sem mondhatom, hogy teljesen minden ízében át tudom élni, annyira elképesztő. De annyira evidens is az öröme, meg annyira evidens is, amit ad. Itt most lemegyünk a mezőgazdaságot megtekinteni. Rendben van. Lemegyünk az agráriumba. Akkor a megfelelő. Szóval száguldottak a versenyautó, alias a gyerekek. Tehát, hogy annyira jöttek a dolgok, és aztán nekem volt egy ilyen, ez az elmúlt 3-4 év, én ezt úgy szoktam nevezni, hogy kapuzárási derű. Tehát, hogy rájöttem, hogy egy csomó hülyeséget most már tényleg teljesen tök fölösleges megcsinálni, tehát azok a kapuk bezárultak, tehát nem kell strapálni magam, aha. hogy még valami baromságot esetleg elkövessek, vagy olyasmikkel foglalkozom, amikkel igazából nem érdemes, és ez egész nyilvánvaló, mert hiszen van helyette foglalkozni való örömteli, és tényleg hát szakmában is, meg családban is, igen, több életre elég. Mert hogy amellett, hogy családilag is rendkívül termékenyre sikeredett az elmúlt x év, vagy két évtized, nem különben dolgoztál kevesebbet mondjuk te az írógép vagy klaviatúra mellett sem, mert azért legendásan te azon kortárs íróköltők között vagy, akik tényleg folyamatosan dolgoznak, folyamatosan vannak felkérések is, meg szerepelsz is, meg mindent csinálsz, és Lackvi, az az embernek az érzése tényleg, hogy Lackvi mindenhol ott van. Neked is ez az érzésed? Főleg, a média szeret egyébként konzervből dolgozni, ez nekem nagyon jó. Ahol nem vagyok. Szokták mondani, hogy milyen aranyos kicsik a gyerekek. Hát mondom, én bizonyos értelemben, igen, örökre kicsik maradom, mert ugye 10 évvel ezelőtti filmben ugye olyan kicsinek festenek. Nyilván ez a sokszorozó, jótékony sokszorozó hatás is, de az is igaz, hogy az élet részének tekintem, vagy az élettel szerves összefüggésben lévő dolognak tekintem az irodalmat, nem valamiféle ilyen zárványnak vagy buboréknak, ahol ilyen absztrakt dolgokkal haigálózunk. És éppen ezért szeretem azt is, hogyha adaptálható a mindennapokra, hogyha mit tudom én, megszólít a kávézóban valaki, hogy kéne egy himnuszt írni a zsámbéki foci csapatnak, és nem azt gondolja, hogy a költő az a szivar, akit biztos nem kérnénk meg semmi használhatóra, hanem hogy ennek esetleg lehet valami haszna, vagy egy alapítvány azt mondja, hogy mennyivel sokkal jobb lenne, hogyha nem csak mi siránkoznánk azon, hogy mondtam, az iraki menekültek, ja így úgy amúgy, hanem nem írnék el ennek kapcsán valamit. És akkor ilyen beleúrom egy olyan embernek a bőrébe, akit kibombáztak, és jönnek a visszajelzések, hogy ez mennyire más, mint hogyha valaki elmondja a statisztikákat, meg lefényképezi a lerobbantott épületeket. Tehát, hogy az, hogy haszna lehet az irodalomnak, anélkül, hogy mit tudom én, tehát, hogy valami súlykolni kéne, amire tehetes ilyen pedagógiai pedellusi elszántsága, hogy ezt csinál, azt ne csináld, megmutatok valamit így az anyagában, meg tényleg a repedést az ajtón, meg a nem, tehát, és akkor ott van abban a helyzetben egy másik ember ezen az íráson keresztül. Szóval ez egy nagy öröm, és éppen, tehát, hogy olyasmit vállalok el egyre inkább, ami ilyen szinten meg tud mozgatni, és annyira gazdagnak látom én az életet, hogy
nem is nagyon látom, hogy most biztos le fogom tenni a tollat, ha majd kifogyok a mondandóból, de egyelőre egyre több és több van, tehát tényleg... Hát még azért ne tedd le, 50 se vagy. Így van. Tehát, így van. Nem vonulok. Csak ne pakoljál semmit sehová, jobbra megyünk, ugye? Igen, jobbra megyünk. Az, amikor mondjuk egy felkérés megérkezik, mondjuk teszem azt pont ez, mondod ezt az iraki kibombázott, menekült, nem tudom, embernek a sorsa, amiből születik egy irodalmi mű, ami persze elemelődik a valós történettől, de mégiscsak reflektál egy jelenségre, ami mindannyiunkat körülvesz és képvisel, és nagyon-nagyon intenzíven foglalkoztat, és a közéletet is megmozgatja. Szóval, amikor egy ilyen megérkezik, mondjuk egy ilyen felkérés, akkor megfordul a fejedben például az, azon kívül, hogy téged ez, mint Lackfi János embert, és mint Lackfi János írót megmozgat a történet, hogy ez másoknak esetleg majd mást jelent, ez majd elhelyeződik egy közéleti kontextusban, amitől majd már az, hogy te foglalkozol egy ilyen témával, már esetleg rád is vetül ebből a kontextusból valami. Tehát az, hogy te ezt hiszed, vagy azt hiszed a világról, bekerülsz ide, vagy oda, vagy... Tehát ugye te egy apolitikus költő, író ember vagy, nem szeretsz a politikával azonosulni, mégis a témaválasztás kapcsán azért ez felmerülhet, hogy ezt az apolitikusságot... Persze, tehát ez a jó az irodalomban, hogy bárki bármit belemagyaráz, és van, írtam egy verset, aminek az a cím, egy vers a madárságról, és ezzel játszik, hogy madár szóra ébredik, és madár himnuszra, és madár, tehát hogy minden, ami madár, és ami magyar, tehát így valahogy összejátszhatom. És akkor voltam a legboldogabb, amikor kaptam egymástól függetlenül két írást róla, azt hiszem pedagógusok. Az egyik megírta, hogy mennyire jó, hogy ezeken a mocsok liberálisokon végre valaki elverte a port, a másik meg azt mondta, hogy a rohadék mély magyaroknak jól megmondtam a tutit. És ugyanaz a vers, tehát hogy én abban hiszek, hogy van egy Magyarország, akkor is, hogyha ezt sok-sok szeletben látjuk, meg mindenki a saját csövébe szeret belenézni. Igazán én igyekszem minél több szeletben, vagy sőt tortában gondolkodni, horribile dictu tortában gondolkodni, és nem, igazából nem zavar. Nem mondom, tehát hazudnék, hogy mit tudom én, időnként nem dúl fel, hogyha valaki elküld a jóbüdös anyámba, meg vissza, meg hogy fasírtot kéne belőlem csinálni. De ez, tehát hogy mondjam, aki, hogy mondják ezt szépen, örömlánynak megy, az ne ríjon, hogyha abbajgatják. Ez elég finom volt? Igen, ezt most mindenki lefordította magát. Ez a mondás, ez pont így van. Mindenki ilyen nagyon is. Tehát, hogy jó, ez értem. Benne van a történetben, hogyha ha az ember akar látszani, már pedig én nem, sosem hazudtam azt magam, nem gondoltam, hogy tényleg fogok is igazán látszani, és székreállok, kicsi vagyok, székreállok, akkor ez benne van a pakliban, hogy aki nem olvassa el, vagy felületesen olvassa el, vagy rögtön csak azt mondja, hogy jajnak, hadd gyerekem, ez is egy hülye katolikus. Végül is ezt persze. Nem tilthatom meg senkinek. Mindenki azt gondol tényleg, amit akar, és ez itt végül is rendben is van. És aki meg egy kicsit ráfordítja az időt, vagy kérdez pláne, az... Szoktak felcsapni időnként én botrányok különböző versek kapcsán, amik tankönyvbe kerülnek. Igen, a te versek kapcsán is volt támadás ellened. Több vers kapcsán is, és folyamatosan föl-föl lángol. És akkor azt szoktam, egyrészt nagyon megköszönöm mindenkinek a szenvedélyességet, mert az irodalom halála az nem a gyűlölet, mert az egy érzelem, az a megértés első lépcsőfoka lehet, amit olyan biztos, hogy a másodikra is rálép valaki, de legalább elindult a mű felé, akár azért, hogy megüsse. De hát az már valami, mert az irodalom halála az unalom. Tehát amikor olyan szépen, aranycirádásan ott illik a tapétához, hozzá ne nyúlja, leporoljuk. Vagy leseporoljuk, vagy belepi, vagy a lomtanításon. Szóval, na az az irodalom halála, hogy nagyon tisztek, nagyon becsüljük, biztos nem nyúlunk hozzá. És hogyha ha belekötnek, az azért már valami. És akkor volt több ilyen nagy-nagy vélemény, cunami, és egy-két olyan embert, akik ilyen nagyon-nagyon elszántan nekimentek a dolgaimnak, aztán privátban megkerestem, hogy írtam nekik egy kis levelet, csak az interneten, hogy úgy érzékelem, hogy a kortárs irodalommal kapcsolatban vannak bennük kérdések,
Hogyha valóban is tudok ebben információt adni nekik, vagy bármit segíteni, akkor nyugodtan írjanak a félreértés, akkor bocsánat, hogy megszólítom őket. És nagyon érdekes volt, hogy rögtön én azt hittem, hogy akkor jó karakánul elküldni, melyik temperamentumos lévén. Uh-huh. És benyúszultak ettől, hogy tulajdonképpen csak ketten vagyunk, és senki nem látja azt, hogy és nem, valahogy a hőzöngés nem jött nekik. Uh-huh. És tulajdonképpen egyszer-kétszer egy-egy kérdés elhangzott, de én azt hittem, hogy sokkal bátrabban mernek majd kérdezni, vagy akkor jól bele van, na akkor, na végre itt vagy, na végre kap. De nem az volt akkor a cél, hogy én horogra akadjak, hanem hogy így absztraktba bele lehessen puffogtatni a dühöt. Szóval nagyon, de nem ez volt vele a, tehát nem azt akartam, hogy ők beduguljanak, hanem hogy nyíljanak ki, és mondják, hát szóval, erről szól végül is talán a dolog, hogy beszéljünk róla. Mennyire tudsz te lelassulni? Ugye az, hogy rengeteget dolgozol, és miközben visztek egy nagy családot, még akkor is, hogyha nagyok már a gyerekek egy része, ez akkor is ott a felelősség, annak a terhe, a tudat, a folyamatos feladatok, akár csak a ház fenntartása. Szóval, hogy mikor van az, amikor te magadra tudsz figyelni? Mikor volt az utolsó olyan, hogy te úgy magad voltál, meg a te, csak te? Igyekszem így kitépni ilyen pillanatokat, tehát például a teraszunkon van az a jó kis függőágy, és akkor beleülök, olvasok, vagy nézem a felhőket, vagy kimegyek alsógatyába táncolni az esőbe. Ez vagy... komoly? Igen, persze. Ez valaki, kedves szomszédok, ha valaki esetleg fölvenni, akkor ezen a ponton bejátszanánk, köszönöm. Igen. Még elő is fordulhat. Persze meg van egy kis szőlőskád, amiben az a GMT, Zsámbéki Magyar Tenger, mert én nem vagyok az a strandlény, tehát egy strandon kb. 5 perc után unom el magam. Ha csak valami jó kis strandfoci vagy strandrüpi nincsen, mert labdát bedobnak, akkor elfutok a világ végére is. De van ez a szőlőskád, egy ilyen szép szabvány bordó szőlőskád, és azt megtöltöm vízzel valamennyire, és akkor abban áztatom kicsit magam, és ezt mondjuk így írás közben egy nagyon felfrissít. Vagy ugye nemrég csináltam ezt a kicsi házat a Julcsinak, és ez például nagyon kikapcsolt az udvarban bejárat, egy ilyen kicsi ház, amit ő nagyon szereti, hogy úgy van egy kis külön ház, és akkor csöngetni kell, hogy bemenjen az ember, meg ilyesmi. És ebben például a kapocsnak a fáradtságát öltem bele, mert nagyon feltöltő, nagyon izgalmas, nagyon intenzív 10 nap, amikor 23-4 fellépésem van, de az azt jelenti, hogy ugye napi több, és akkor ott is próbálok kiszakadni, és akkor sétálgatni a patak partján, meg csak nézni, hogy a malomnál megy lefele a víz, mert hát megketyózik az ember tényleg. És, hát meg. És nekem, én szeretek nagyon tempósan dolgozni, tehát hogy fusson az út, társak, siessünk, ahogy ugye Janus Pannonius annak fogalmazta, és azért figyelni kell, főleg már így az 50 felé ballagban, arra, hogy meglegyen ennek egy picit a ritmusa, hogy legalább tényleg kiszakítsam a lassulási helyzeteket. És ennek azóta van egy tudatosabb ritmusa nálad, amióta volt, nem tudom, 7 éve volt a sztrókod? 7 éve volt a sztrókom, igen. Azóta tudatosodott, mindig is azért én egy, bármilyen furcsán is hangzik, egy exhibicionistából és egy meditatívból vagyok összegyúrva. Uh-huh. Ezt így sikerült megismernem ennyire magamat. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen javíthatatlan lúzer vagy bamba vagyok, aki ül a sarokban. Csak hát ugye rájött, hogy így kívül marad a figyelmen, és viszont van benne egy nagy figyelemégség, és akkor már az iskolában ugye a tananyagban szervesen nem illeszkedő megjegyzésekkel bombáztam diákokat és a tanáraimat is. És valóban, tehát nagyon sok mindent tudatosítottam és megtanultam, mióta a sztrókom jött, egy nagyon kedves barátom, Gábor, aki maga is átment egy komoly betegségen, és egyébként coachinggal foglalkozik. Ugye minket bölcsészeket megtanítanak, hogy új marketing, fúj, ez sarlatánság. Igen, és igen. Nagyképű, öltönyös izéké, mi a hülyeségek fel van fújva, és azért rá kell jönni, hogy azért időgazdálkodás, stb. Tehát itt vannak nagyon komoly alaptételek, amiket ha megtanul az ember, akkor igen, sokkal könnyebb lesz az élete, és akkor még utána mindig sírhat értelmiségi módjára rajta, hogy milyen nehéz, de legalább az ügymenetet nem muszáj nehezíteni magunknak.
mi történt ott 7 évvel ezelőtt? Mert megmondom, én a másik oldalon álltam ennek, a telefon másik oldalán, mi akkoriban pont együtt dolgoztunk, vagy éppen befejeztünk egy közös munkát. Emlékszel rá, az M2 csatornán egy Patásat keresünk című diák tehetségkutató gyakorlatilag. És remek munka volt, én nagyon élveztem. Én veled akkor dolgoztam így közvetlen először, és áradt belőled mindig is az energia, meg a szó. Nem tudok jobb, nem tudok 2.0-ásan fogalmazni, mert ez történt, tehát, hogy ömlött belőled a szó, és tényleg tele voltál energiával is, ott jól esett neked a kamera, te is a kamerának, szóval ugye helyünkön voltunk. Janklovics Péter volt a harmadik zsűritársunk ebben a műsorban. És Puskás Peti És Puskás Peti a műsorvezető. Organizátor. Így van, egy nagyon jó élmény volt, viszont ott volt talán a két forduló között, amikor egyszer csak kaptunk egy telefont, hogy a gyerekek a Lackvinak sztrókja volt. Így van. És nem tudjuk, hogy mikor áll ő vissza. És az egy, ugye mindig sok ez, amikor az egyik nap még ott ül valaki tele energiával, és a másik nap meg egy ilyet hallasz. Mi történt? Vagy hogy történt ez? Hát utólag én azért így összeraktam a történetet, tehát az a ház, amit most láttunk, az akkor épült. Feleségem volt az építésvezetőjem, meg mint az őrült szaladgáztam fel alá az országban, hogy mindenféle pénzeket összeszedjek, mert sose volt elég, és még kiderült, hogy még az áfa is, meg a nem tudom én, meg a más, meg akkor jó, hát akkor beton, meg akkor így, meg úgy, meg. Igen. Szóval mindig volt valami, ami pluszba. Hát, hogy legyen mit építeni, vagy miből? Hát, hogy miből építeni. Abban az áprilisban 42 fellépésem volt, az egy picit sok, tehát volt, hogy 6-ot lenyomtam, 6 rendhagyó irodalomórát különböző korosztályoknak a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, és utána beültem a kocsiba, és mentem Tiszakécskére. Szóval mondjuk így finoman szóval, hogy nem volt egy egészséges ritmus és tempó. Utólag sem nagyon tudom, hogy mit tudtam volna másképpen csinálni, mert egyszerűen kaptunk egy baráti kölcsönt, hogy befejezzük a házat, és azt vissza kellett adni egy 4 gyermekes családnak, tehát ezt nem lehet viccelődni itten. Ráadásul akkor derült ki, hogy édesapám rákos beteg, ráadásul a családban más nagyon komoly egészségi probléma is volt, amit nekem kellett elintézni, hogy összeszedjenek valakit, aki tényleg picit elszállt valahogy tudatilag ott Brüsszelben. Mindegy, nem akarom részletezni a történetet, de az is nagyon kemény volt, tehát hogy ezek mind érzelmileg is, meg munkabírásilag is, hogy ilyen csúnyán mondjam, rám terelődtek, és nem bírta be, beszólt a szervezetem. Hála jó Istennek olyan tényleg egy ilyen kegyelmi ajándék, hogy nagyon-nagyon enyhe volt az egész. Hát fölébredtem reggel, és akkor fel kellett hívnom Julit, hogy ugye, akkor még csak egy kocsi volt, hogy vissza kéne hozza a kocsit, mert ki kell mennem az egyetemre. És hát így össze-vissza beszéltem, mindig össze-vissza beszélek. Persze, úgyhogy gondolta, hogy most ez tréfa vagy nem, és kiderült, hogy nem. Tehát, hogy így kevergetem, de nem derült volna ki valószínűleg, mint tudom, délig egyébként, hogy össze-vissza kevergetem a hangokat. Aha. Tehát minden meg volt fejben, minden meg volt értelemben, és nem tudtam. Tehát mire oda jutott az artikulációhoz, ott valami zavar beszédközpontnál bekövetkezett, és akkor villámgyorsan nagyon szuper volt Péter, a házi orvosunk, ő is kim volt, a mentő is gyorsan kim volt. Igen, a stroke-nál a gyorsaság az minden. És a gyorsaság, és hát az, hogy én lefeküdtem 2:30 körül, és felkeltem olyan 8:30 körül, úgyhogy tulajdonképpen, tehát az a 4-6 órán belül kell elkapni a történetet, tehát ha mondjuk ez mondjuk 3:45-kor történik, akkor valószínűleg jóval rosszabbak az esélyem. Rögtön fölnyomtak az infúzióra, csak úgy néztem még a felhőket, hogy hát lehet, hogy a felhőket még egy kicsit többet nézhettem volna, ha már itt ez game over, vagy nem tudtam a kimenetelét. Ja, hogy ott vagy... volt egy pillanat, amikor megfordult a fejedben, hogy lehet, hogy hát game over. Persze, simán benne lehetett volna, hogy most ez egy mekkora véremlegy, vagy mi, vagy ezt nem lehetett ott tudni még, vagy meg mekkora zavar, vagy ez folytatódik, vagy nem folytatódik, vagy már kész, vagy miben tett kárt, miben nem tett kárt, és hát vagy úgy tudom én, hogy lehet, hogy csak a beszédképességet vesztem el, és akkor Jani bácsi, amikor író volt, most ott kint kapálgat a kert végében. Szóval minden benne volt a pakliban. Nem tudom elképzelni, hogy te nem tudsz beszélni. Hát, úgy. Igen. Fura lenne, az biztos.
És aztán így, így történt, hogy szóval akkor tényleg egy pár napon belül teljesen minden elmúlt, maradt egy kicsi vérömleny, meg egy pár millió elhalt sejt az agyamban, ott a beszédközpont környékén a környező sejtek átvették a feladatokat, ezt mondta a házi orvos. Mint ábra mutatja. Igen, abszolút, abszolút, még lehet, hogy túl is teljesítenek. És kérdeztem a házi orvost, hogy ez most mit jelent a több millió agysejt, hát ez ilyen felfoghatatlanul durván hangzik, és azt mondja, hát mondjuk, mint rekeszt sör. Hát mondom, úgyis már nem iszom 8 éve, úgyhogy végül is egy nagy berúgást megengedhettem magamnak, tehát hogy így mulat egy magyar úr. Neked innot se kell hozzá, látod? Egyébként gyárilag teljesen fölösleges, ezt aláírom belém az alkohol, mert gyárilag a hülyeség ömlik. Tehát. Szóval, hogy igen, ez egy kemény időszak lehetett még akkor is, hogyha szerencsére úgymond idézőjelben olcsón meg egy ládasörnyi millió pármilliós agysejt pusztulással megúsztad. Ez egy olyan sok, ami legalább annyira sok pszichésen, mint fizikailag. És gondolom, hogy változtatásra kényszerített. Ehhez képest most látom, hogy ugyanúgy pöröksz, meg tényleg rengeteget írsz, jön az új regény, megyünk egy forgatásra, egy forgatásról viszlek egy forgatásra, szóval, hogy... Este meg zsűrizek, mert most a vidéki színházak fesztiválja. Szóval, hogy ember az egy... hogy mondjam, színek kura mellett, én nézem és... Jó, de azt nem mondta, hogy nem munka, mert ott kell lenni, kell hozzá az agyad. Kellemes munka. Az idegrendszer. Az tök jó, hogy kellemes munkákat csinálsz. Gondolom, hogy beszélgetni és írni is szeretsz. Nem arról van szó. Hanem arról, hogy mondjuk a környezetedben állok, vagy élők, mondjuk Juli, mondjuk a gyerekeid, nem szokták azt mondani, hogy figyelj, megint gyorsulsz, lassulj. Hát állandó a kötélhúzás ebben, és... Most például már az eleve a tavalyi év egy visszalassulás volt, mert hogy a tavaly előtti évben 195 fellépésen volt, tavaly 159-160 körül. Uh-huh. Úgyhogy ez a cél, kitűzött cél az a 120-140 lenne, és a feleségem azt mondja, hogy 100-nál több se kéne. Uh-huh. Na mindegy, hát ezen... Igen, el lehet gondolkodni, hát mindegyikben van valami új kihívás. Én azt tehát értem, hogy izgi. Csomó mindent próbáltam, vagy nem csak próbálok, tehát nagyon hálás vagyok, van Eszéki Erzsébet, egy remek kulturális újságíró, aki az én menedzserem, és aki intézi a fellépéseket, és eszméletlen mennyiségű ilyen adattal való szöszöléstől, meg naptárintézéstől óv meg engemet, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok neki, és igyekszem mindent, nagyon sok mindent átadni. Tehát azt mondta egy kedves barátom, hogy képzeljem el azt a folyamatot, amikor beírok valamit a gépbe, és ahogy az eljut az olvasóhoz, és amit tehát bontsam szakaszokra, és amely szakaszt valaki jobban meg tud csinálni, mint én meg tudom csinálni, vagy legalább ugyanúgy, az szépen passzoljam át neki. És ez egy fontos, tehát hogy ebben nagyon is gondolkodom, most például egy webshopot csinálunk, és a friss vejem az, aki a felelőse lesz ennek, és a könyveimet lehet dedikálva, ja, meg ja, mindenféle ilyen kis apró. Kis pólót, meg ilyeneket. Hát ilyen merchandising is lesz. Merchandising. Lesz, azt persze, a abszolút mértékben lesz. De mit szól a magyar kortárs irodalmi széna ahhoz, hogy te ilyen vállalkozó szelleműen is állsz hozzá ahhoz a tartalomhoz, amit előállítasz? Maga az, hogy a Facebookot is elég erősen használom, és tényleg 56 ezer lájkolom, szóval nagyon komoly, és engem is megdöbbentő mértékben az emberek így leülnek erre a virtuális kispadomra. Hát egyik az, hogy nyilván van, akiben ez idegenkedést szül. Volt olyan is az idősebb generációból, aki így morgolódott velem, hogy ennye, meg minek ez a sok szétaprózás. Azt gondolom, hogy én tényleg sokakkal jóban vagyok, aztán aki úgy érzi, hogy ez egy oldalú, az majd szóljon. Tegye fel a kezét. Tegye fel a kezét és szóljon, és akkor próbálunk jobban lenni. De én követtem azt, amit a kortársaim írnak. Nagyon örülök, hogy egy ilyen elképesztő bitangerős mezőnyben vagyok, tehát hogy a hányban vagyok ott. Tehát az, hogy látszom, az egy dolog. De hogy benne vagyok az első 200 magyar íróban, hát remélem, hogy benne vagyok. De annyira jók vannak, hogy hihetetlen. És akkor ezeket én igyekszem megosztani, és kérem az emberektől, hogy küldd el, léci, fölteszem, kiteszem kisképpel, és döbbentek, amikor
mondom, hogy mit tudom én, ezt 5-6 ezer ember olvasta, ezt 20-30 ezer ember olvasta, ezt 100 ezer ember olvasta. Olvasom az új regényt premier előtt, én még PDF-en elárult a végét. De mert hogy nagyjából a felénél tartok, egy picit több, mint a felénél. És ugye a Levágott fül a címe. Mire egyébként ez megjelenik már, szerintem kap, mikor jelenik meg? Szeptember 20-án. Akkor, igen, akkor mire ezt látják a nézők, megkapható lesz. Könyv kinyomtatott formában is, és azért ez egy, hát, na rengeteg mindent gondolok róla, nem fogok mindent elmondani, mert hogy ugye ez egész elindul egy vaklánynak a monológiával. Na most az a monológ, az minden csak nem PC. Tehát nem PC. Ez egy hiszi a piszi. Ez egy kőkemény, szókimondó, még kicsit trágár is, olyan nagyon valódi, dühös csaj, aki ugye vakságából kifolyólag kapott az élettől egy helyzetet, de mond egy nagyon jó mondatot, hogy, amit nem fogok tudni pontosan idézni sajnos, de gyakorlatilag az, hogy mindenki szétesetten él, csak van, akinek még a csomagban ott van az is, hogy vak. És ennyi a különbség, de hogy semmi más különbség nincs az emberek között. És ez olyan erős volt nekem, hogy van ez a csaj, aki nagyon megmondja, hogy őt ne szánják, őt ne bánják, tehát hogy ő nem úgy él, hogy fáj a fejem ma reggel, és még vak is vagyok. Na, de hogy például ő honnan jött ebbe a sztoriban, hogy mert hogy alapvetően nem, tehát ő megjelenik az elején, aztán majd egyszer csak újra előbújik a történetben, de hogy kerül ő ebbe a könyvbe? Hát ő úgy kerül ebbe a könyvbe, hogy van egy srác, egy főszereplő, igen, aki 17 éves fiú, és nagyon-nagyon faggatja ő is a világot, mint minden 17 éves, igen, meg egyébként, mint később is az emberek azt tapasztalom, hogy azért egy világfaggató 17 éves ott van benne. És ezben a sok komment áradatban is például, amit mondasz, sokszor ez van, hogy az emberek szeretnék kifaggatni a világba, hogy miért nem jobb, mint amilyen, meg az emberek, meg mi egymással. És hogy az Isten, a társadalom, az egyének, hogy én most jó vagyok, vagy rossz vagyok, mert ha egyik pillanatban jó vagyok, akkor miért vagyok a másikban rossz, és akkor most stb. És a családja, és a szerelem, és a szex, és hogy ez hogy van összerakva, és miért úgy van összerakva, és lehet ebből jót kihozni, vagy kell ebből jót kihozni, vagy mi az, ami jó, mi az, ami rossz. Hát ezekkel faggatja a világot. És ő az, aki talál egy levágott emberi fület az ablakpárkányon, ez a srác, és hogy most ezzel mit kezd? Most elkezd nyomozni, vagy megmutatja a szüleinek, mint engedelmes gyerek, vagy a judó tanárának, vagy a plébánosnak, hogy hova menjen az ember egy levágott füle, ami alapvetően nem annyira illik oda. Igen. Valakinek a fejére oda illene, de ott meg nincs. Igen. Valószínűleg, de azt meg nem tudjuk, hogy hol nincs. Igen, egészen szürreális. Egy levágott füle találkozik. És ugye ez billenti meg a világát, ami amúgy is billeg, meg ezer sebből vérzik. És akkor valamilyen módon a másik pólus ebben a könyvben, azt is lehet gondolni, hogy akár az ő női alter egója, bár egy kicsit más habitus, de azért nagyon sok hasonlóság is van bennük, ez a Lili nevezetű vaklány, és hogy kettők között mi a kapcsolat, azt azért nem árulnám el, jó, mert ez még pont jön, nem tartok, a történet, pont nem tartok, és történet nagyon izgalmas. Későbbi menetében. Egyébként ez olyan érdekes volt, amikor ennek a kamasz fiúnak a vívódásait olvassa az ember, ő adatlanul eszébe jut egyrészt a saját kamaszkora, másrészt, ha olyan szülő, akinek már kamaszodó gyermeke van, akkor az a kapcsolata. És valahogy, amire én asszociáltam, az a gondolat, hogy van egy pont, amikor az ember, és ez általában kis kamasz, de inkább kamaszkorában jön rá az ember arra, hogy a saját szülei azok nem tökéletesek. Igen. És nem, tehát esendőek, egyszerre jók és rosszak. És nem csak, tehát hogy az embernek kamaszkorában nem csak azzal kell megküzdenie, hogy ő maga most jó vagy rossz, és az hogy lehet, hogy egy ember egyszerre mind a kettő, már pedig mindenki egyszerre mind a kettő, hanem hogy még a saját szüleim is esendőek. És azért nekem ez egy nagyon kemény pillanat, mert nekem is van hasonló élményem, mint a regényben a fiúnak, és szóval megrázó ezt olvasni, amikor ugye ő az apjával kapcsolatban rájön valamire. De oltatlanul felmerül bennem az, mert vannak a te sorsoddal kapcsolatban olyan utalások, például cselgáncsozik.
lehet tudni, hogy te komolyan cselkáncsoztál. Az egész minisztránság, ahogy a vallás, az intézményes vallás beépül, vagy nem épül, vagy hogy épül be az életébe, stb. Tehát, hogy fölmerül az, amit tudom, hogy minden író utálja, de hogy mégiscsak honnan jönnek a sztorik, és hogy például ez a kamasz élmény, hogy a saját szüleivel az ember egyszer csak szembesülni kényszerül, hogy ez mennyire szakadt föl benned például az írás közben. Mindenképpen, mert minden bováriné én kell, hogy legyek. Különben, tehát ha nincs vérátömlesztés, akkor meghal a sztori, akkor vérszegény lesz. Tehát muszáj átélnem, nem lehet megúszóra venni. Emlékszem arra, hogy kirándultunk a szüleimmel, és elvittek a felvidékre ide-oda, amoda, és akkor mindig, amikor kamaszoltam, akkor mindig ilyen távolságban követtem őket, és jaj, ez a vonulás, de nem tudtam, hogy mi a bajom vele, hogy én nem ugyanezt a templomot nézném meg, vagy nem ugyanebben a vendéglőbe ennék fagyit, vagy... Tehát, hogyha megkérdeznek, hogy nekem tulajdonképpen mi a bánatos bajom van, nem tudom, csak hogy volt egy ilyen hangulatom, valami ilyen okból, mint ahogy a mágnesnek a pólusai taszítják egymást, tehát volt egy ilyen taszulás. Miközben én nagyon szerettem a szüleimet, sőt, idealizáltam is akkoriban még ugyanakkor Elvis szinten a szüleimet, akik nyilván ugyanannyira ideálisak, mint bármely más szülő. Tehát egyáltalán nem, és de nagyon, közben mégis, igen. És nagyon szerettek minket, és tényleg igen. Egy jó családi környezetben, nagyon kreatív családi környezetben nőttem föl. Akarok én ilyen lenni, és akkor miért nem akarok ilyen lenni, vagy ebből mi nem akarok én lenni, vagy hogy működik, de akkor is az leszek, hogyha nem akarok, mert ez egy eleve elrendelés, vagy ez egy genetika, vagy egy... Mi van ebben, és hát meg a szerep, meg hogy azt bevállalom-e, vagy én majd megcsinálom az igazi életet, nézd meg jobban, hogy élnek a anyádék, vagy egy klasszikust idézzek, hogy vannak ilyen tankcsodái az életnek. Hát itt vagyunk, menjünk be. Menjünk. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm. Szóval szedett a kertjében friss fűszereket. Nagyon jó, hogy mondod, igen, tehát nem vitt haza. De legális. Meghoztuk. Legális, tehát elszívni nem lehet, abszolút, hanem főzni kéne vele. És itt hagyom. Öreg anyó, ez egy rozmarin. Nagyon jó illete van. Figyelj, kirakom egy ilyen dekoratív kis tál. Én már remélem, mert itt nincs szükség, úgy érzem, mert ezek elkezdtek beszélgetni. No, de nagyon köszönöm. Sikert a könyvhez. Köszi. És nektek meg jó munkát. Úristen, jó, bocsánat, elveszítettük. Igen. Sziasztok. Sziasztok. Hogy az embernek az, amíg nem lesz szülő, egy csomó ajtó csukva van benne, amiket az a kis lény nyit ki, az a semmilyen sem hasonlítható összetartozás és kapcsolat. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.